Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai estén. Egy négy részes webinárium sorozat kezdődik a mai napon. Én Főző Attila vagyok, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársa, és a Microsoft Magyarországgal közösen tartunk egy webinárium sorozatot, mégpedig a Minecraft oktatási alkalmazásaival kapcsolatban, illetve az Építsük meg Magyarországot pályázattal kapcsolatban. És a mai az első alkalom, és át is adom a szót Rideg Mártonnak, hogy tartsa meg az első Minecraft előadást. Nagyon szépen köszönöm, én mindenkinek szép estét kívánok, és remélem, hogy mielőbb a Minecraftot ki tudják majd próbálni, mert ehhez kíván ez a mai webinárium segítséget nyújtani. Én az Eurovannak a tanácsadója vagyok, és a Microsofttal sok-sok oktatási ügyben dolgozunk együtt. Az egyik ilyen történet az a Minecraft és az Office 365 környezet. A menetrenddel kapcsolatban az a javaslatom, hogy a chat ablakba tegyék fel a kérdéseket közben, hogy ha valami hosszabb lesz, akkor azt fogom javasolni, hogy akkor erre a végére térjünk, végén térjünk vissza, és amúgy pedig nyugodtan kérdezzenek. A mai előadás azért sok tekintetben egy ilyen tüzérmatematikához fog hasonlítani. Ugye az szokták mondani, hogy a tüzérmatek az olyan, hogy ez itt a számláló, az meg itt a nevező, az ott a tört vonal, de azt már nem kell megtanulni. Ezt szokták mondani. Most állítólag kicsit halk vagyok. Most megpróbálok valamit ezen korrigálni. Nem tudom, hogy így jobb lettem. Egy gyors visszajelzést kérek szépen. Hogy jobb lett, vagy nem lett jobb? Jobb, nagyon jó, akkor így fogom folytatni. Na, akkor ugorjunk is bele mindjárt a napirendnek. A napirendünk az főzőske, de okosan. Először végignézzük, hogy hogyan kell, milyen összetevők kellenek a Minecraftnak a főzőséhez. Utána különféle recept variációkat fogunk megnézni, annak megfelelően, hogy kinek milyen az ízlése, kinek milyen a helyzete. Ebben lesz olyan fajta főzés, amikor saját Office 365 környezet nélkül csinálunk Minecraftot, aztán főzünk saját Office 365-tel, és a végén egy kis kérdezfeleleket is fogunk tartani. Az addig meg nem válaszolt kérdésekben látszik, hogy a saját Office 365 létrehozás az jó pár allépésbe fog állni. Remélem, hogy nem lesz annyira ijesztő, mint amennyire elsőre ez hallatszik. Ugorjunk is neki, és nézzük meg az összetevőket. Tehát ahhoz, hogy elérjünk a Minecraft Education Edition, ugye ez a rövidítés, amit használni fogok, ez az M2.ee, a Minecraft Education Editionnek a kifőzéséhez, ahhoz először is kell egy Office 365 környezet, vagy a sajátunk, vagy a oktatási hivatal által biztosított központi környezet. Kellenek felhasználók, nyilván vagy a saját környezetünkben, vagy az oktatási hivatal környezetében. Kellenek Minecraft licenszek, ezeket ki kell osztani, a Minecraftot föl kell a gépekre telepíteni, és már is ehetjük a finom Minecraftot. Nézzük, hogy milyen receptek állnak a rendelkezésünkre. Nyilván az egyik út az az, amikor nincsen saját Office 365-ünk, és emiatt nem is lesz ez a saját Office 365 nélküli. Ugye ez áll majd egy egyéni regisztrációból, amikor a tanulók regisztrálják saját magukat az iskola közreműködése nélkül. A megfelelő számítógépekre természetesen itt is telepíteni kell a Minecraftot, és utána már csak használni kell. Abban az esetben, hogyha az iskolának jelenleg nincsen saját iskolai Office 365 környezete, akkor először azt kell létrehozni. Aztán ebben a környezetben felhasználókat kell létrehoznunk, a Minecraft licenszeket vagy kiigényelni, vagy megvásárolni, majd itt ezt a kiigénylést, hogy ki jogosult rá, vagy ki sem, ezt kirészletezzük.
Nyilván felhasználókhoz kell rendelni a Minecraft licenszeket, telepíteni kell ugyanúgy a gépekre, és onnantól jön a használat. Ha egy olyan iskolában dolgozik, akinek már van Office 365-je, akkor nyilván az első két lépés lemarad, úgyhogy tulajdonképpen nem is fogjuk ezt a harmadik esetet külön nézni, az azt jelenti, hogy az illetőnek könnyebb dolga van, mert az első két lépést kihagyhatja majd, és onnantól pontosan ugyanezt kell csinálnia, mintha nem is lenne Office 365-je. Na nézzük meg a Mirelit változatot, vagyis azt, amikor nincsen saját Office 365-ünk. Miért mondom, hogy Mirelit változat? Hát azért, mert ebben az esetben az Office 365-nek az igazi iskolai előnyeiről le kell mondanunk. Nem tudunk tímeket létrehozni, tanár-diák levelezés, munkamegosztás, közös jegyzetek, feladatok kiosztása, visszaellenőrzése, privát chat vagy akár konferenciázás lehetősége. Hát ebben az esetben ezekről le kell mondanunk, de legalább a Minecraftot tudjuk használni. Van egy megszorító körülmény. Ezt a Mirelit módszert, vagyis a saját Office 365 nélküli változatot akkor tudjuk használni, hogyha az iskolának vannak ingyenes licenszei, hiszen amiket vennünk kell, azokat nem tudjuk az oktatási hivatalnak a környezetébe betölteni. Úgyhogy beszéljünk egy kicsit erről most, későbbi szóba kerül majd, hogy mikor rendelkezhet az iskola, mikor jogosult az iskola ingyenes Minecraft licenszekre, és egyáltalán mik ezek az ingyenes Minecraft licenszek. Az ingyenes Minecraft licenszek azok igazából egy évre szóló előfizetések, tehát azok egy év múlva le fognak járni, és akkor igényelhet magának egy iskola ingyenes Minecraft licenszeket, ha 2017. május 2 után vásárolt Windows 10-zel eszközöket. Ugye a Klebersberg központ tankerületi központjainál a közép-magyarországi régióban már most egy jelentős eszköz kiosztás volt, úgyhogy ebben az esetben a tankerületi központok fogják kiállítani a licenszekről az igazolást. Ugye ahány PC-t vagy laptopot szállítottak az adott iskolába, annyi Minecraft egyéves előfizetést igényelhet ki az iskola. Ezeket az igazolásokat a Klebersberg központ tájékoztatása szerint legkésőbb a jövő hét végéig meg fogják kapni az iskolák a tankerületi központok informatikusaitól. Hozzá csatolni fogják azt a dokumentumot, amely részletezi mindegyik receptet és mindegyik megközelítést, mindegyik megvalósítási utat, úgyhogy ezt várhatják a jövő hét végéig, hogy megérkezzen. Tehát akkor, ha ide tartozik az iskola, tehát valamilyen módon ingyenes Minecraft licenszekkel, egyéves licenszekkel rendelkezik, akkor használhatja ezt a Mirelit változatot. Ebben a változatban a iskolára sok teendő valójában nem is hárul a tanuló, vagy pedig, hogyha 16 évesnél fiatalabb, akkor a szülő, esetleg törvényes képviselő regisztrálni kell a o365.oh.gov.hu oldalon a Diák Office-ra. Senkit ne tévesszen meg, hogy egy szó sem esik Minecraftról a regisztrációs folyamatban. Ez tulajdonképpen szándékosan van így, hiszen, hogyha tovább nézzük a dolgot, akkor azt oldottuk meg, nyilván a rászoruló iskolák számára, hogy ha valaki ebbe a környezetbe regisztrál, akkor tulajdonképpen használhatja a Minecraft Education Edition-t. Méghozzá úgy, hogyha valaki ezzel a felhasználóval, ami tipikusan manapság kukac.sulit.hu-ra végződik, bejelentkezik a Minecraft Education Edition-be, akkor automatikusan hozzárendelődik egy darab licensz. Gyakorlatban azt jelenti, hogy a diákok, ha regisztrálva vannak a Diák Office-ra, akkor igazából tudnak Minecraftozni. Úgyhogy ha egy iskolában, tudom én, kiszállította a tankerületi központ, tudom én, 15 darab számítógépet, akkor 15 diák, hogyha bejelentkezik a Minecraft Education Edition-be a Diák Office-os felhasználó nevével, jelszavával, akkor öröm van, mert hogy
tudják használni a Minecraftot, sőt, még együttműködni is tudnak egymással. A telepítési eljárás ebben az esetben tökéletesen ugyanaz, mint ami a későbbiekben lesz tárgyalandó, úgyhogy ezt most itt nem is részletezném. Úgyhogy ez egy nagyon egyszerű út, nyilván a Office 365 oktatási változatnak a iskolai előnyei nélkül. Tehát ez ténylegesen azoknak van, akik nagyon gyorsan szeretnének a célhoz eljutni. Közben többen gépelnek, és egy pillanatot még várok is, hogy szakképzési centrumokra is igaz-e, ami az előbb elhangzott. Ha a szakképzési centrum 2017. május 2 után kapott Windows 10 eszközöket, abban az esetben ők is használhatják ezt a dolgot, nyilván legyen meg a saját igazolásuk erről. Tehát tudják felmutatni azt a számlát, amivel igazolni tudják. Jó. Azért tartok ekkora szünetet, mert hogy ez az egész történet ennyi, tehát a Mirelit az nagyon-nagyon egyszerű és gyors, csak hát azért nyilvánvalóan limitált is. Lépek is tovább a következőre. Ez pedig egy hosszú történet eléggé, amikor egyben létrehozzuk az iskolánk saját Office 365 környezetét. Nyilvánvalóan itt az vezérel minket, hogy oktatásban, nem csak a Minecraftban, hanem az iskola oktató-nevelő munkájában, vagy a tantestületi együttműködésben is föl tudjuk használni ezeket az előnyöket, amiket az Office 365 nyújt. Miből is áll ez a történet? Megcsináljuk az Office 365-öt, felhasználókat teszünk bele, megszerezzük a Minecraft licenszeket, akár igényeljük, akár vásároljuk, ezeket a licenszeket felhasználókhoz rendeljük, föltelepítjük a Minecraftot, és használjuk. Na nézzük, miből áll az Office 365 létrehozása? Hát azért az több lépésből áll. Egész pontosan először létre kell hoznunk magát a környezetet, ezt szakszóval tenantnak is szokták nevezni. A DNS, tehát a számítógépes vagy internetes névfeloldásban hozzá kell rendelnünk az iskolának a saját doménját. Bizonyos szolgáltatások működéséhez a DNS-be regisztrálnunk kell egyes rekordokat. Ezután jöhet az, hogy a Microsofttal ellenőriztetjük azt, hogy ténylegesen az intézményünk az oktatási Office 365 használatára jogosult, és végül az oktatási licenszeket hozzá tudjuk rendelni ehhez a környezethez vagy tenantothoz. Nézzük meg, miből áll a környezetnek a létrehozása. Hát elsősorban is a feltüntetett linken kell elindulnunk és szépen végigjárnunk a regisztráció lépéseit. Ezt itt a diákon nem tüntettem fel, de mindenkinek a birtokába fog kerülni az a részletes leírás, ahol képernyőről képernyőről és lépésről lépésre el van magyarázva az, hogy akár ezt is hogyan kell végigcsinálni. Hogyha valaki efelől esetleg aggódik, akkor megmutatom a vonatkozó részt a környezet létrehozására. Ez az a dokumentum, ami ebből a célból készült. Tehát itt szépen lehet látni azt, hogy a környezet létrehozása az azon a címen indul, és akkor ez az űrlap jelenik meg, aztán itt kell kitölteni ilyen azonosítót, tehát azt gondolom, hogy aki informatikában nem túl járatos, annak is kellően egyértelművé és magabiztossá van téve a lépéseknek a sorozata, és ez igaz az összes többi fejezetre is. Úgy nyilván nem fogom végigmutogatni az egészet. Jó. Tehát, amit ebből a lépésből kiemelnék és felhívnám rá a figyelmet, az az, hogy itt a regisztráció során egy valami.onmicrosoft.com kezdő környezet nevet kell választanunk. Ez a más néven, ez a tenant név.
Ez a név, ez a későbbiekben több helyen felbukkan, viszont soha többé nem lehet megváltoztatni. Tehát ezt érdemes egy olyan viszonylag tömör, de az iskolára utaló nevet választani, ami a későbbiekben nem okoz zavart. Az egyik ilyen környezet, ahol, vagy az egyik ilyen hely, ahol megjelenik ez az elnevezés, az az iskolának a saját SharePoint online-os tulajdonképpen intranet oldala, vagy csoportmunka oldala. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy van mondjuk egy iskola, mondjuk a Sashalmi Tanoda, és ők Office 365-öt környezetet akarnak létrehozni, mondjuk az iskolának az internetes oldal az a www.sastanoda.hu. Ebben az esetben kézenfekvő a sastanoda.onmicrosoft.com nevet választani, mert hogy amikor ez később megjelenik, akkor például az iskola saját belső használatú intranet oldala az a sastanoda.sharepoint.com oldal lesz. Tehát ilyen módon érdemes ezt valamilyen módon az iskolához kötődő vagy az iskolára ráismerhető nevet választani a tenantnál. És miután ezt megtettük és mindent kitöltöttünk az űrlapon, akkor még egy telefonos ellenőrzési folyamaton kell végigmennünk, vagy fölhív minket, vagy küld nekünk SMS-ben egy kódot. Ezt a telefonszámot a rendszer nem tárolja el sehova, csak azt ellenőrzik vele, hogy nem-e valamiféle gonosz automata próbál nagy mennyiségben környezeteket létrehozni. Nézzünk akkor egyel tovább. Ahhoz, hogy oktatási környezetünk legyen, ahhoz egy saját DNS domén szükséges hozzárendelnünk az Office 365-höz. Mit jelent ez a gyakorlatban, ez a hozzárendelés? Felmerülhet kérdésként, hogy akkor, ja Istenem, mi lesz a mostani weblappal? Mi lesz a mostani levelezéssel? Mi lesz bármi mással, ami most ez alatt a domén alatt van, mondjuk a sastanoda.hu domén alatt található? Semmit nem fog érinteni. Ez a domén hozzárendelés, ez tulajdonképpen csak ahhoz kell, hogy látszon, hogy ez ténylegesen egy oktatási intézmény, akinek van saját DNS doménja. Ez ugyanis előfeltétele az oktatási jogosultság visszaigazolásának a Microsoft oldaláról. Egy viszonylag fontos dolog, hogyha az iskolának jelenleg csak sulinetes, sulinet.hu-s doménja van, ott fontos tudni, hogy nem minden szolgáltatás rekordot tud kezelni a sulinet, ezért ott számíthatnak bizonyos korlátozott funkcionalitásra, még ha ez nem is túlzottan súlyos, de én, ha a véleményemet kérdeznék, akkor inkább kerülném a sulinet.hu-s Office 365 környezetek létrehozását. Abban az esetben a Microsoft, hogyha van egy olyan intézmény, aki nem rendelkezik saját doménnel, de nagyon szeretne, akár a Minecraft miatt, akár az Office 365 oktatási változat miatt hozzáférni ehhez a környezethez, akkor a Microsoftnak az O365 iskola @microsoft.com címre írjanak, és akkor én úgy tudom, hogy tud segíteni ebben a Microsoft. Tehát ha valakinek nincs DNS doménja, nem tudja az iskolával elintézni, abban az esetben a Microsofthoz lehet fordulni, és fognak is segíteni. Hogy egy kicsit átmenjünk technikaiba, valójában mit jelent a DNS domén hozzárendelés? Ez annyit jelent, hogy a Microsoft, amikor mi azt mondjuk itt ebben a példában éppen az altisgimp.hu-t, amikor az altisgimp.hu-t hozzárendeljük a környezetünkhöz, akkor azt mondja, hogy hát bizonyítsuk be, hogy az a miénk, és ennek a módja az, hogy megad egy adott tartalmú rekordot, és azt mondjuk, hogy ha azt mondja, hogy ha az tényleg a miénk, akkor be tudjuk jegyezni pontosan az ilyen tartalmú rekordot. Tehát ebben a körben valójában ennyi a teendő. A Microsoft által előírt tartalmú vagy TXT vagy MX rekordot kell felvinni. És akkor utána már meg is történt a tulajdonjog, DNS domain tulajdonjognak a visszaigazolása. A következő lépés trükkös. Ugyanis ha az iskolának van saját e-mail szervere, vagy valamilyen szolgáltatótól a doménján e-mail szolgáltatást végez, vagy ne adj Isten saját Skype for Business-t használ, bár azért azt gondolom, ez viszonylag ritka lehet, abban az esetben kell némi körültekintés a DNS rekordok felvitelénél. Itt a képernyőn egy teljesen konkrét lista látszik, amilyet magából az Office 365
kiad, és amiben kéri, hogy ezeket a rekordokat legyünk szívesek rögzíteni. Ugye itt az a fontos, hogy ha jól megnézzük, akkor benne van a történetben az is, itt van az MX rekord, hogy átirányítatja a levelezést saját magára. Ez kellő körültekintést és tervezést igényel. Én nem gondolom, hogy ez egy rossz választás, hogy általában, hogy az iskola levelezését ide irányítsuk át, de ez nyilvánvalóan tervezést igényel, és nem csak úgy hirtelen átkattintandó. Tehát abban az esetben, hogyha az iskolának a levelezésének az átállítására még nem vagyunk kész, akkor vizsgáljuk át, hogy mik azok a rekordok, amiket itt nem fogunk most fölvenni, ahhoz, hogy jól működjön a környezet. Sajnos ebben most technikailag nem tudok mélyebben menni. Ha valakinek ezzel kapcsolatos kérdés van, akkor a végén legyen szíves feltenni. Most jön az oktatási jogosultság ellenőrzése. Ez viszonylagosan egyszerű. Ugyanerre a már említett O365 iskola@microsoft.com címre kérjük, hogy egy ilyen tartalmú levelet írjanak, tehát adják meg, hogy melyik városban, milyen nevű iskola, OM azonosító weboldal, milyen DNS doménnel lett létrehozva az egész környezet, és akkor adjanak egy telefonos elérhetőséget esetleg szükség esetére, és akkor a Microsoftnál el fogják végezni az oktatási jogosultságnak az ellenőrzését. Fontos tudni, hogy ez akár 2 hetet is igénybe vehet, hogy legyünk türelemmel. Amikor ez megtörtént, akkor egyet tovább menve elérkezünk oda, hogy oktatási licenszeket hozunk létre, és generálunk ebbe a környezetbe. Tehát magyarán attól, hogy az oktatási jogosultság leellenőrzésre került, még nincsenek benne a diák és tanár licenszek. A dia alján lehet látni, hogy a végeredményképpen viszont korlátlan számú diák és tanár licenc kerül a saját környezetünk hozzárendelésre. Ez teljesen természetszerű így. Tehát gyakorlatilag nem kell azzal bíbelődnünk, hogy pontosan hány diákunk és hány tanárunk is van. Nézzük meg, hogy milyennek a licenc hozzárendelésnek a menete. Először is kell 2 olyan felhasználó, csak gyakorlatilag csak azért hozunk létre, hogy a licenszeket meggeneráljuk. Itt most éppen diák@iskolaneve.hu és tanár@iskolaneve.hu példát használtam, valami ehhez hasonlót hozzunk létre. És utána diákkal és tanárral is végig kell vigyük azt a folyamatot, amit ott az ott látható productoffice.com, stb. Weboldalon kínál a Microsoft. Amikor ezt a folyamatot végigvisszük, az egyik esetben, mivel a folyamatban rákérdez, hogy diákok vagy tanárok vagyunk, egyik esetben azt mondjuk, hogy diákok vagyunk, akkor meg kell egy születési időt adni, a másik esetben pedig azt választjuk, hogy tanárok vagyunk, és végig visszük ezt a folyamatot. Itt érkezett egy kérdés, hogy ez mennyi internetet fogyaszt. Ez állandóan nem fogyaszt semennyi internetet. A internetet abban az esetben fogyaszt, hogyha róla szolgáltatásokat használunk. Tipikusan a használt e-mail és egyéb szolgáltatások azok pont ugyanannyit fogyasztanak, mint eddig. A többi az is mondjuk a SharePoint online, mint a weboldalaknak a forgalma. Komolyabb forgalom maximum, hogyha több szereplős videokonferenciákat tartanak, akkor képzelhető el, hogy az internet forgalomban ez meg fog látszani. Nem tudom, ez kielégítő volt, de a végén még visszatérhetünk erre. Jó? Tehát annyi a teendő, hogy a két létrehozott diák és tanár userrel a megadott oldalon végigmegyünk egy ilyen regisztrációs folyamaton. Ennek a során be kell jelentkeznünk a diáknak, illetve a tanárnak a Office 365-ös felhasználó nevével, és szépen végig kell kattingatni a következőket, ez is részletesen le van írva a folyamatban. És amikor végig kattingattuk, akkor az egyik után a diák, a másik után a tanár korlátlan licenszek megjelennek a környezetünkben. Hogyha idáig eljutottunk, akkor örülhetünk, mert van egy Office 365-ünk, csak még nincsenek benne felhasználók, úgyhogy egy lépéssel menjünk odébb, és nézzük meg, hogy hogyan lesznek felhasználók ebben a környezetben.
Alapvetően két utunk van, amit bejárhatunk. Az egyik az, hogy egyesével visszük fel a felhasználókat. Arra elhelyeztem a prezentációban a linket, amelyik a Office 365-nek a felügyeleti központjában felügyeleti központjába visz minket, és ott a felhasználóknak a hozzáadását tudjuk kezdeményezni. A tömeges felhasználó felvitel az CSV fájlokból lehetséges. Ott egy picit trükkös, mert az aktív felhasználóknál ott az egyebek alatt van egy olyan, hogy több felhasználó importálása, erről készítettem is egy képkivágatot, és ott látszik a másik képkivágaton, hogy egy milyen formátumú CSV fájlt kell elkészítenünk. Hogyha itt azt gondolják, hogy minden információt meg kell adni, nem, ez nincs így. Gyakorlatilag a felhasználó név és a megjelenítendő név az tulajdonképpen elegendő is a működéshez, úgyhogy nem kell aggódni, hogy milyen adatokat fogunk beírni ezekbe az egészen vad információkba. Jó? Tehát a felhasználók létrehozásának a két fő módja az vagy egyesével, vagy tömegesen történhet. Van persze ezen kívül más út is, csak ez a mai előadás kereteit szétfeszíti. Ha valamelyik iskolának van saját címtára, saját Active Directory környezete, akkor a Microsoft ingyenesen lehetővé teszi azt, hogy a földi környezetet a felhős környezettel összekössük, és így módon a földi felhasználók, azok egyben égi felhasználók is legyenek. Erre van egy Azure Active Directory Connect nevezetű ingyenes eszköz a Microsoftnak, tehát ha akinek van helyi Active Directory-ja, akkor azért meggondolhatja azt is, hogy ezt az utat követi le. Ez a majd szétküldendő dokumentumban, meghivatkozott másik dokumentumban ki van részletezve. Nyilván ez is egy olyan, ami azért gondosabb tervezést, előkészítést igényel, tehát nem biztos, hogy a mai előadásba beleférne. A kérdés az, hogy a látott segédlet honnan érhető el. Ennek a segédletnek lesz egy állandó letöltési helye, amit valami furcsa okból elfelejtettem kirakni a prezentációra. De hogyha fölugrok, akkor ezt meg fogom tudni mutatni. Ez most azt hiszem látszik mindenkinek. Ez a Aka MS Minecraft a suliban, sőt, fejlett eszközeinket használva betettem a chat ablakba. Nagyon jó. Tehát innen lesz letölthető, jelenleg még szerintem nincsen oda feltöltve, hamarosan föl lesz oda töltve, hogy ehhez nem én férek hozzá, hogy a Microsoft munkatársai fogják oda elhelyezni. Jó, felhasználókat is létrehoztunk. No, akkor egyel odébb lépünk, és már közelítünk végre a Minecraftos világhoz. Nevezetesen, hogyan lesznek nekünk Minecraft licenszeink, hogyan igényeljük, vagy hogyan szerezzük be őket. Kezdjük először az igényléssel, mert akik kaptak új eszközöket, őket ez gondolom különösebben izgatja, hogy fizetni ne kelljen érte. Ebben az esetben az Office 365 környezetnek a rendszergazdajaként, vagy más néven globál adminként bejelentkezünk ott az Education Store-nak az oldalára. Ott el kell fogadnunk mindenféle licencfeltételeket, meg együttműködési feltételeket, ezt jól megtesszük. Ki kell töltenünk egy szervezeti profilt, amiben tulajdonképpen ilyen számlázási cím, fizikai cím, meg egyebek vannak benne. Addig nem engedi, hogy beküldjük az eszközvásárlást. Amikor már megvan a szervezeti profil, akkor viszont van egy eszközvásárlás beküldése gomb, amelyikkel ki tudjuk tölteni az iskolánk adatait, ki tudjuk tölteni azt, hogy hány licenszre vagyunk jogosultak, kitől vásároltunk, milyen számlaszámon, stb. És amikor ez mind megvan, akkor csatoljuk a számlaképet, és föltöltjük az eszközvásárlásról szóló űrlapot. Ennek hatására ahány eszköz beszerzését jelöltük meg az űrlapon, pontosan annyi Minecraft licenc generálódik be a környezetünkbe.
Tehát ez egy önbevallásos történet, de hát természetesen a Microsoft ellenőrizhet és ellenőrzi is, hogy a számláknak az adattartalma az megfelel annak, ahány licencet igényeltünk. Ami fontos még, hogyha a Kleberberg központ valamelyik tankerületi központjához tartozó iskolában vagyunk, abban az esetben nem fogjuk megkapni a számlát, amivel a 20 ezer eszköznek a beszerzése történt meg, hanem helyette a Kleberberg központ kiállított minden iskola számára egy igazolást, ami konkrétan tartalmazza a számlaszámot, a keltét, a szállítót, akitől vásárolva lett, és azt a darabszámot, amire az adott iskola jogosult. Tehát, amint korábban említettem, a Kleberberg központ a jövő hét végéig tervezi ezt minden iskolához eljuttatni. Ezt az igazolást, ez egy PDF fájl, ezt kell majd a számlakép helyett feltölteni a Kleberberg központhoz tartozó iskolákban, hogy az egyéves előfizetést, ingyenes előfizetést megigényeljük. Ha nincs ilyen szerencsénk, akkor jön a licenszeknek a vásárlása. Szintén a feltüntetett linken keresztül indulunk, be kell jelentkeznünk a Global Admin felhasználónkkal. Itt van elvileg számlás és hitelkártyás fizetés, de a számlás fizetésnek, ha megnézzük a feltételeit, akkor azt fogjuk látni, hogy kevés magyarországi iskola fog ennek megfelelni. Most fejből nem tudom, csak arra emlékszem, hogy gyakorlatilag a számlás átutalásos módszer az Magyarországon igazából nem nagyon járható. Tehát itt hitelkártyával kell fizetnünk, és ha nem tévedek nagyot, akkor itt papíralapú számlát sem fogunk kapni a vásárlásunkról. A Minecraft licenszek egyébként, ezt lefelejtettem a diáról, évente kerülnek 4,71 euróba egy felhasználóra, tehát durván nézzük, akkor nagyjából olyan 1500 forintról beszélünk egy diáknak egy évre, ahhoz, hogy ezt használhassák. Nyilván ez nem közömbös ez az információ azoknak se, akik a promóciós licenszeket kívánják használni, hiszen azok, amikor lejárnak, akkor a folytatásban ugyanúgy ezeket a licenszeket kell majd az iskolának megvásárolni a Microsofttól. Jó. Na meg volt. Igényeltünk magunknak licenszeket. Amikor a licenszigénylés megtörtént, akkor nincs több dolgunk, mint sem, hogy ezeket felhasználókhoz kell rendelni. A felhasználókhoz rendelés az a feltüntetett linken. Indulunk, ott van egy lista, amiben a különféle saját alkalmazásaink vannak feltüntetve, ez egy 8 darab körülbelül. Kiválasztjuk a Minecraftot, és akkor az itt látható oldal jelenik meg. Mit látunk itt? Az egyik, amit látunk, az az, hogy itt van lehetőségünk a további vásárlásokra. Tehát amikor vásárolunk, akkor valójában itt fogunk vásárolni. Itt látszik az, hogy hány licenc van hozzárendelve a környezetünkhöz, és itt azt mondhatjuk, hogy felhasználók hozzárendelése, és azután a megjelenő ablakba egyszerre egy diáknak a nevét vagy az e-mail címét tudjuk megadni. Úgyhogy a rendszer ráadásul még kereső szolgáltatást is ad, tehát hogyha tudom én GIP Sziakabot keressük, akkor beírjuk, hogy GIP, akkor már látszani fog, hogy ott van a Sziakab, és csak a listába rá kell kattintanunk. Ami még itt érdekes lehet, az az, hogy van módunk arra, hogy bekapcsoljuk a licenc automatikus igénylése című lehetőséget, ami azt jelenti, hogy pont úgy, mint a Mirelitnél elmondott módon, csak ott nyilván ez a kattintás, ez az oktatási hivatalnál van bekattintva, pont úgy a saját környezetünkben is mód lehet arra, hogy a licenszeket a diákok a Minecraftba való bejelentkezésnek a sorrendjébe kapják meg. Tehát ebben az esetben nem kell egyesével a diákokat a környezethez rendelni, hanem hogyha egy Office 365-ös diák bejelentkezik Minecraftba,
akkor rögtön kap egy licencet. Ennek a képernyőnek az alján, ami most itt nem is látszik, mert nincs kivágva, ott egyébként látszik egy lista, hogy kik azok a diákok, akik éppen próbalicenszet használnak. Ugye, akihez nincs licenc rendelve, az automatikusan kap egy 10 indításos próbalicenszet, és a többieknél pedig látszik, hogy kihez van a fizetős licenc hozzárendelés, ezt ott változtathatjuk is szabadon. No, kérdés felmerült, azt mondja, hogy lehet elrakni promóciós licencet a következő évre? Nem. Ezeknek a promóciós licenszeknek a kiigénylésére, ráadásul úgy tudom, hogy idén március 17-e az utolsó nap. Tehát nagyon sürgős tulajdonképpen, hát a promóciós licenszeknek a március 17-et határozta meg a Microsoft, mint utolsó igénylési nap. Tehát nem, hogy nem lehet elrakni a jövő évre, hanem már most lehet sietni ezzel a dologgal, mert hogy különben le fogunk róla maradni. Jó? Tehát nincs rákérés jövőre, és igen, ahogy Marianna megjegyezte, ez egy előfizetéses konstrukcióban működik, tehát ez a 4,21 euró, ez évente, minden évben kifizetendő. Hogyha megnézzük, mennyibe kerül a rendes Minecraft játék, akkor azért az derül ki belőle, hogy annak az árát nem lehet gyakorlatilag elérni addig, amíg a diák az iskolába jár. Jó. Felhasználóhoz rendelésen is túlléptünk. Akkor nézzük, hogy néz ki a Minecraft Education Edition-nek a telepítése. Első, ami bűnös mulasztással nem írtam rá a diára, pedig talán a legfontosabb, ez Windows 10 és Mac környezetben futtatható a Minecraftnak az Education Edition-je. Tehát az Education az nem fog iOS-en, Androidon futni, nem fog Windows 8-on, Windows 7-en, Windows XP-n és minden egyebeken, csak Windows 10-en. A Mac-es leírás az nincsen benne a dokumentációban, de csodálkoznék, hogyha sok olyan iskola lenne, akik Mac-et használnak. Az egy év naptári az igényléstől számított, vagy tanévre szól? Nagyon jó kérdés, nem tudom rá a választ. Passz. Nem tudom. A végén majd ránézek, és megpróbálok a végén erre válaszolni, ez nagyon jó kérdés. Mind meddig tart. Tehát kétféle telepítési útunk van, de először is nézzük meg, hogy nincs-e már is fönt. Itt van egy kis becsapás, mert a Windows 10-ekben benne lehet gyárilag a rendes, mondjuk úgy a hagyományos Minecraft. Ez a jobb oldalon látható, az nekünk nem jó, az nem használható Education Editionként. A bal oldalon látható az a Minecraft, amit mi keresünk, úgyhogy nézzük meg, nyilván ilyenkor start menübe, a keresőbe beírjuk, hogy Minecraft, és megnézzük, hogy nem ugrik-e fel az Education Edition. Miért fontos ez? Azért, mert az iskolákba szállított gépek közül van olyan, amin fenn van. Azt mondja, hogy kivéve, amit a suli kapott, azokon nincs fenn. Hát érdekes, én az ellenkezőjét hallottam, én úgy tudtam, de hát tévedhetek, hogy azokra a Minecraft fel lett előre telepítve. De én ebben a dologban nem vettem részt, úgyhogy nem tudom. Na nézzük akkor, hogy mi a telepítési eljárás. Az egyik lehetőség az az, hogy letöltjük az internetről egy zip file formájában a Minecraftnak a telepítőjét, a megadott oldalról, kitelepítjük, és rendszergazdaként futtatjuk a benne található parancsfájlt, és az tulajdonképpen elvégzi nekünk a teljes telepítést. Másik lehetőség az az, hogy a Microsoft Store-ból telepítjük. A Microsoft Store az ravasz szerzet, ugye az egyik lehetőség az, hogy valamilyen ilyen konzumer fel, sima úgynevezett Microsoft account-tal használjuk a Microsoft Store-t. Hogyha ilyennel vagyunk esetleg bejelentkezve, mondjuk ez nyilván nem az iskolai gépeken éles, de ugye a diákok nyugodtan használhatják a Minecraftot és telepíthetik az otthoni gépeikre is. Ugye ez felhasználóhoz van kötve és nem számítógépre, tehát ha valakinek van otthon gépe, akkor felrakhatja ugyanúgy az Education Edition-t rá, Windows 10-es gép, és használhatja
akár azon is a Minecraftot. Tehát, hogyha otthoni saját gépen Microsoft account-tal van használva, akkor a store-ban, ha rákeresünk a Minecraft Education Edition-re, nem fogjuk megtalálni. Amit meg kell tenni ehhez, hogy a store-hoz hozzá kell adni ezt a munkahelyi vagy iskolai fiókot, nevezetesen azt az Office 365 fiókot, amit az adott diák számára létrehoztunk, és azzal is be kell jelentkezni a Microsoft Store-ba, akkor meg fog jelenni a listában a Minecraft Education Edition, és onnan gyakorlatilag innen már egy kattintással tudjuk telepíteni a számítógépre. No, a helyzet az az, hogy nagyon gyors voltam, és elérkeztünk a kérdezfelelek részhez. Azt szeretném kérni, hogy nyugodtan most tegyék fel a kérdéseiket a témával kapcsolatban, és akkor igyekszek rendelkezésre állni és megválaszolni azokat, illetve szeretettel várom a visszajelzéseiket, hogy mi az a rész, ami esetleg nem volt annyira világos, akkor szívesen megvilágítanám. Úgyhogy önöké a színpad, addig én megnézem, hogy hogy néz ki a kiigényelt licenszeknek az használati ideje. Igen, jött egy kérdés, ha valamelyik iskola március 17 után kapja meg az új gépeket, akkor erre az évre már lecsúszott a program beszerzéséről. Ez nagyon jó kérdés, és azt hiszem nem én vagyok rá hivatott, hogy megválaszoljam. Ugye a fő kérdés az az, hogy mi a számlázási dátuma ezeknek a gépeknek. Nem a gép megkapása számít szerintem, hanem a számlának az ideje, és ott is van valamilyen záró időpont, úgyhogy a válasz az az, hogy gyaníthatóan igen lecsúszott. Tehát ha a számla az, azt hiszem, hogy legalább idén februári, azt hiszem január 31-el ért véget ez a program, tehát ha idén februári vagy későbbi a számla, akkor nem fogja tudni az ingyenes licenszeket kiigényelni. Ugye most nyilván a 1500 forint egy évre azért az egy meggondolandó összeg, tehát ez egy Big Mac menü, vagy nem tudom én, egy egyszerű úszásoktatásnak az ára is egy évig nyomkodhatja a gyerek. Én nem gondolom azt, hogy ez a mai világban rendkívül megterhelő lenne, nyilván kellemesebb, hogyha az ingyenes sikerül megkapni. Jó. Azt mondja, hogy egy pillanat, közben én még az előző kérdésre is próbálok választ kapni. Nevezetesen, hogy meddig érvényesek ezek a licenszek, amit így kiigénylünk. Nyugodtan lehet kérdezni az Office 365 létrehozás sűrűjébe is, nyugodtan visszaugrok arra a részre, részletezem, csak szerettem volna a teljes folyamatot végigmenni, és hogyha valakinek van kérdése, akkor tényleg állok rendelkezésre, hogy kivesézzük, akár a
a dokumentumot is felrakom, és akkor megnézzük, hogy az az adott rész miről szól, de nem akartam az összes részletben elveszni, úgy túl hosszú lett volna. Azt mondja, hogy ha új beszerzés lenne, arra már nem fog járni új licenc, ez egy egyszeri lehetőség volt. Igazából én annyit tudok, amit a Microsoft erről publikált, tehát én nekem erről nincsen semmilyen benfentes információm. Én úgy tudom, hogy 2017. május 2-től 2018. január végéig történő beszerzésekre volt ez a promóció. Így van, helyes, Klacsákné Tóth Ágota, igen, egy iskola annyi licencet kap, ahány gépet kapott, viszont azt 32 gyereknek lehet kiosztani, és a gyerekek meg onnan használják, ahonnan akarják. Irma, igen, szervusz Irma, hogy használjátok és a helyette és licencekkel kapcsolatosan kell, hogy lépjünk. Igen, ha jövő hét végéig megkapjátok az igazolást, akkor a környezetbe bele kell majd rakni az igazolt licenszeket, és akkor onnantól fogva az meg lesz onnantól. Rozsi Gáborné, tagiskolaként az anyai intézmény részt vett a beszerzésben, azt tudja igényelni igazából, akinek adminisztrátor joga van az Office 365 környezet fölött. Tehát bárki, aki az Office 365-ben adminisztrátor, az jogosult kiigényelni a licenszeket. Igen, azt mondja, hogy köszönöm, 800 gyerekünk van, nehéz eldönteni, ki kapja. Ugye elhangzott egy apró tippecske, nevezetesen az, hogy minden diáknak van 10 darab ingyenes Minecraft indítási lehetősége. Ez ha egyszer elfogy, akkor elfogyott, de ezzel lehet operálni, és akkor azt gondolom, hogy aki a témára rákattan, akkor utána könnyebb lesz eldönteni, hogy ki is kapja meg az iskolának járó végleges licenszeket. Minden diák, aki Office 365-be föl lett vive, ha belép a Minecraftba, akkor ez 10-szer megteheti, 10-szer elindíthatja a Minecraftot. Ez nem 10 nap, ez pontosan 10 program belépés-kilépés. Közben egy kérdéssel sikerült azt hiszem a választ megtalálni, nevezetesen arra azt, hogy meddig érvényesek az így módon igényelt licenszek. Most mindjárt mutatok egy környezetet. Itt azt lehet látni, hogy ebben a környezetben itt az igénylésnek a dátuma van feltüntetve. Ez alapján biztosra nem tudom mondani, de az én gömbérzékem az, hogy ez a licensznek az indítási dátuma valószínűleg. Én ezt tippelem jelenleg, hogy a kikéréstől érvényes az 1 év. Őszintén szólva, a nyakamat azért nem tenném erre rá, mert nincsen jól dokumentálva. Legalábbis én ezzel még nem találkoztam. Ha valaki tudja, ossza meg a többiekkel. Jó? A naptári év az, hogy naptári nap, igen, hát naptári nap, csak azt nem tudjuk, hogy az eszközvásárlás dátumától, vagy a kiigénylés dátumától
adja a 365 napot, ugye ez az igazi kérdés, nem tudjuk. Azt mondja, hogy igen, valahol kijelzi a 10-9-8 indítást, ez valóban így van, kijelzi tudtommal a 10-et, tehát amikor legelőször bejelentkezik valaki, akkor kiírja, hogy még 10-szer indíthatod el, utána jön a becsapás része, mert nem szól azt hiszem egész 3-ig, és talán 3-nál szól legközelebb, hogy már csak 3 van hátra. Jó. Szeretném megkérdezni, van-e még valakinek kérdése, vagy van-e olyan téma, amit még világítsak meg, fussak vissza, menjek bele a dokumentumba, és úgy nézzük meg. Mert tényleg állok rendelkezésre, és szívesen segítünk benne. Lehet, hogy egy kicsit ijesztő volt az Office 365 létrehozás. Kicsit bonyolultnak tűnik. Mindenkit biztatok rá, hogy csinálja meg az iskolájának, mert hogy tényleg eléggé játékélményé lehet varázsolni a gyerekeknek a tanulását. Egy eszköz a sok közül a tanár-pedagógus kezében. Én is kérdezem, hogy van-e még kérdés? És hogyha nincs kérdés, akkor nagyon szépen köszönjük az előadást, és a következő, a jövő héten folytatjuk a témát a második résszel, Minecraft használatával kapcsolatban.